A szakképzési törvény szerint 2015. július 1-től a szakképző iskolák a Klebersberg intézmény fenntartó központtól a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába kerülnek át. Ez Szombathelyen a Hefele, a Horváth Boldizsár, a gépipari, valamint a kereskedelmi és vendéglátói szakképzőiskolákat érinti. A művészeti szakközépiskola továbbra is a Klebersberg központhoz tartozik majd, míg az Aranyhíd integrációs központ átszervezése egy év múlva esedékes. A bizottsági ülésen az Oladi iskola ügye került középpontba. Mivel itt általános és szakiskolai képzés is folyik, nem egyszerű az átszervezés, szét kell választani az intézményt. Azt egyelőre nem lehet tudni, hol lesz majd a szakképzési centrum, ám az előzetes információk szerint az Oladi intézmény középső részében helyeznék el a centrum menedzsmentjét. Az Oktatási és Szociális Bizottság ugyanakkor azt javasolja, hogy ez a rész továbbra is művelődési célokat szolgáljon és kerüljön az Agora kezelésébe. Ez az intézmény bocsátaná az iskolák rendelkezésére a tornatermet, az uszodát és a klubhelyiségeket is. Az Oktatási és Szociális Bizottság állást foglalt Szépkorúak parkjának lehetséges helyszínéről is. A többség azt támogatta, hogy ezt a Gyöngyöspatak keleti partján, a Szent Márton utca és a Kisfaludi utca közötti területen alakítsák ki. A testület a gyermeklétszámokat figyelembe véve egyetértett azzal, hogy ősztől 103 óvodai csoport induljon a városban, ami átlagosan 23-as létszámot jelent. Elbíráltak több támogatási kérelmet. 500 ezer forintot ítéltek oda az autizmussal élő sajátos nevelési igényű általános iskolai oktatás segítő speciális eszközök beszerzésére.